Szeretettel köszöntöm Önöket az idei évadnyitó jazzbeszéd előadáson. Leülök mennyi lazán. Nem tudom, hogy hányan voltak Önök közül már, nyilván többen ilyen jazzbeszéd előadáson, de akik az újabb kedvéért, elmondom, hogy ez egy olyan műsor, ahol jazzmusikusokat hívok vendégnek, beszélgetünk, vetítünk az életéről képeket, illetve olyan dolgokat is feltárunk, amiket ugye eddig nem lehetett publikusan tudni róluk, és hát természetesen zenélünk is. Minden vendégemnél el szoktam mondani, ami igaz, hogy akiket hívok, többnyire nem csak kollégák, hanem barátok is, ez ebben a szakmában gyakori. De most a mostani vendégem tényleg egy elég régi barátság, hiszen együtt jártunk annak idején a jazz iskolába, amit akkor még nem jazz egyetemnek hívtak, hanem egyszerűen csak jazz tanszaknak. És mi ott akkor már játszottunk egy zenekarban, majd erről is szó fog esni. Egyébként az akkori zenekarunk tagjai, akikkel ott diplomáztunk, úgy néztek ki, hogy Szende Gábor dobolt, Latman Béla basszusgitározott, Schneeberger Ferenc és Gadó Gábor gitároztak, és a jelenlegi vendégem zongorázott, és én szaxofonoztam és fuvoláztam, ez volt a diploma zenekarunk. Szerintem egy jó zenekar volt, mások szerint is nagy sikerünk volt a diplomán. A mai vendégemről annyit lehet tudni, hogy igen, távolra is elkerült már Magyarországtól, és ott is nagyon nagy sikereket aratott, tehát igazán mondhatom, hogy egy nemzetközi hírű művésszel van ma dolgunk, aki egyszerűen több, mint jazzmusikus, hiszen ő egy ilyen mindenevő, a könnyű zene minden területén otthonosan mozog, és az a legjellemzőbb rá, hogy minden területét olyan nívósan és olyan színvonalon műveli, hogy úgy tud népszerű lenni, hogy közben nem kommersz. De talán kevesen tudják róla, hogy eredetileg ő egy jazzzongorista. Nagyon sok szeretettel kérem, köszöntsék velem együtt a színpadon Nyári Károlyt! Aki úgy döntött, hogy mégis hazajön. Ezt majd elmondod később. Igen. Nem teszem fel ezeket az ostoba kérdéseket, hogy te is kiskorodban kezdtél el zenélni? De valószínűleg, és azt is valószínűleg tartom, hogy zongorán kezdtél el muzsikálni. Igen. Nem volt egész egyértelmű, mert én egyébként győri születésű vagyok, és édesapám egy nagyon híres primás volt Győrben. És persze azt akarta, hogy én is hegedűs legyek, és el is készítette nekem azt a hegedűt, amikben én aztán hegedűni kezdtem volna. És aztán, amikor mentünk haza a hangszerkészítőtől, akkor még egyszer megkérdezte, hogy fiam, biztos, hogy hegedűs akarsz lenni? Én meg mondtam neki, hogy nem. és aztán így lettem zongorista. Ezt tudod a Lakatos Tóniról a sztorit, ő hegedűs is lett, de nagyon utált hegedülni. És nem tudom, mondtam-e már, akik, veszed, talán egyszer elmondtam ezt a sztorit, de elmondom újra, hogy a Tóni hegedűsként egész, talán 15 éves koráig talán hegedült, és a papája bekeverte őt a Mátyás pincébe, ott játszott, és akkor a Tóni 15 évesen, egy kis duci kis gyerekként elment ott, és akkor nézték ott, játszottak, és mondták, hogy valami gerje, tehát egy cigányzenekarban nem gerjed semmi, csupa akusztikus hangszer, mi a fene ez a zaj? És a Tóni ült hátul, és elaludt, és ahogy így aludt, így a hegedű vonó így csúszott. És az volt az a hang, és akkor papa hívott egy taxit, hazaküldt, és mondta, hogy ezt nem kell többet forszírozni. És a Tóni így lesz szakszofonos. Tehát végsősor te nem jutottál el. Én nem jutottam gerjedésig. Úgyhogy nagyanyámnál volt egy zongora, és azt én nagyon ütöttem, vertem, aztán azt mondták, hát jó, hát ha nem lesz hegedűs, legyen zongorista. De egyébként a családban
egy öcsém és egy bátyám, azok viszont hegedűsek lettek, úgyhogy aha, csak én vagyok egyedül, aki. Én például se tudtam, hogy neked van két testvéred. És ők hagyományos cigány zenét játszanak, vagy mindenféle klasszikus? Igen, igen, zenekörbén miatt végeztek, és aztán ők sincsenek nagyon Magyarországon, sokat vannak külföldön, majd zenekarokban játszanak. Értem. Mi, azt már most az elején elsütöttem, igen, hogy mi együtt jártunk a Jazz Tanszakra. Hát igen, és volt ez az MB1-es nagyzenekar, amit azért délután megemlítettünk, és tényleg jó emlékeket fűzök én. Magához a tanszakos évek is nagyon jók voltak, de hogy ebben a zenekarban azért tényleg olyan egyéniségek voltak, akikből azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy világ szintű zenészek lettek. Igen, igen. Mindegyik. Akár a Schneeberg, akár a Dodóink is. Lettem, igen. Emlékszel-e, hogy a Jazz Tanszakon a Selényi Dudi bácsihoz jártunk kis zenekari gyakorlatilag, aki egyébként a Studio 11-nek a hozzanosa volt hosszú évtizedeken keresztül, remek muzsikus, és ő tartott, emlékszel a zenekari, igen, gyakorlatot, és akkor mindig kérdezgettük, hogy hát Dudi bácsi, hát mit csináljunk? És akkor emlékszel, hogy apukám, ki bármit. Ugye ez volt az instrukció a zenekari gyakorlaton. És aztán utána, a Jazz Tanszak után elkanyarodtunk, valahogy te ugye eltűntél, de hogy hát hirtelen elmentél utána? Igen, igen, utána volt ez a bizonyos Hollandia. De hogy a Jazz Tanszak után egyszer csak azoltál egyet, hogy elmész világot látni? Játszottam egy helyen, ahol a Torma Rudi, aki szintén egy nagyon kiváló jazz bőgős volt, és én vele nagyon jó viszonyban voltam, gyerekkori barátom volt, és az ő édesapja elment Kanadába dolgozni, és őt helyettesítettem. Én a Jazz Tanszak után, egy olyan helyen, ahol mindent kellett végül is játszani, és őnek egy nagyon nagy repertoárja volt, és hát nagyon nehéz volt őt helyettesíteni, és ott találkoztam egy holland menedzserrel, és onnan vitt ki engem Hollandiába, ez 1983-84-ben. És aztán három hónapos szerződésre mentem. Ez egy állapkarrierni. Igen, amiből aztán 12 év lett. 12 évig éltem Hollandiába, és akkor már megvolt a család, tehát akkor a nagyobb lányom egy. De a Jazz Tanszak alatt már nős voltál? A végén. A végén? Aha. A végén. Na, minden jó, a végén jó. Igen. Hogy jöttetek össze a feleségeddel? Hát a Ponziban, mert hogy ez egy ilyen diák szerelem. Hát ő is zenész? Ő is zenész. Hát ezt én nem csak ő, elvetért, szokták mondani. Hát zongorázott ő is. És ajaj. És ez lehet akár egy konfliktus forrása is egy családban. Lehetett volna. Lehet, hogy az belovan, is becsavart hajjal belovan a fülöszöm, hogy kacsi, ne lehűtöttél! Egyébként a mai napig kikérik a véleményét, mert állati jó zongorázott, csak őnek fontosabb volt a... Megjelent egy kép. Igen. A feleségedet megismerem, csak nem tudom, ki az az ember ott. Rózsalobban. Most már én sem nagyon ismeretem. Kalandos fizurát csináltál erre. Hát akkor ez volt a nagy divat. Aha, Liliomfi. Liliomfi. Nagyon jó. Igen. Hú, de szép volt. Igen. Most is szép a feleséged, de kimondottam. És akkor ő mint klasszikus zongorista indult, és nyári károlynéként végezte. Igen. Nagyon gyorsan eldölt a sorsa. Úgyhogy, de azt elvégezte a tanárképzőt, úgyhogy magyar énekzenek a zene szakos tanár. Azért, hogy legyen melletted valami, aki, a valaki, aki tanít, értem. Egyébként csodálatos, hát ugye volt szerencsém belelátni egy kicsit az életetekbe. Fantasztikus, hogy mennyire úgy lehet érezni, hogy tulajdonképpen ő tartja ott kézben a dolgokat. Már jó értelemben, tehát ő mindenről ő gondoskodik a gyerekek, hogy ki menjen, te menj az énekorára, te most hazajöttél az iskolából, most a nem tudom én, közben az asztalra kerül a nem tudom mi, közben intézi a kacsi dolgait, igen, és aztán vállaljuk be, hát igen, ez az őrületes, hogy mit művel, nem? Igen. Nagyon-nagyon nagy ajándék. És mindezt olyan bájjal és olyan kedves nyugalommal teszi, hogy tényleg irigyésre méltó. Na tessék, nézzünk még képet, mert itt szerintem ebből a világból van itt még. Ez már egy másik dolog. Ez egy másik dolog, igen. Hát
És aztán hazatértem még Hollandiából, és úgy láttam jónak, hogy a nagyobb közönségnek is be tudja mutatni, hogy szélesebb közösség is megismerhesse a játékomat, és akkor elkezdtük ezeket. Na, ne szaradjunk ennyire előre. Mit csináltál Hollandiában? Hát Hollandiában, kérlek szépen, az első három hónapban ugyanára bizonyos helyre, ahol szerződtem, ez egy pianóbár volt, ahol kellett nekem játszani, és ott viszont megint egy kihívás volt, mert amerikai zongoristáknak voltam kvázi a váltótársa, és hát azért ezzel a... Ott az éjszakai élet minden szereplője megjelent? Hát, azért Hollandiából ezt is ismerjük, ezt a vonalat. Igen. És hát nagyon rejtelmes volt, tehát egyrészt ott is egy külön kihívás volt, ugye, azt a repertoárt megtanulni, és addig nem is igazán énekeltem, ott kezdtem el, mert hogy az nagyon fontos volt, hogy egy zongorista tudjon énekelni is. És ott rájöttél, hogy tudsz? És ott rájöttem. Ez nálam függőszobában derült ki, és nagyjából ott is maradt. Nagyon ritkán nyilvánulok meg nyilván, de én is néha énekelek, mert határtalan a vakmerőségem, de szóval ilyen zuhany énekes vakmerőségem. De mondtad, hogy énekeltél. Igen, énekeltem egyet, de mondom, ez csak a vakmerőség miatt. Hát én is először úgy kezdtem. Azért az furcsa érzés először, mikor az első este úgy bepróbálja, és azt mondja, jaj, gondolom átélted. Hát igen. És nem is azt, hanem inkább az voltak mondjuk, hogy igazán még nem beszéltem angolul, és hát ezeket a dalokat meg kellett tanulnom valahogy. Aha. És ami nehezebben ment, hogy fonetikusan kellett leírnom a szövegeket, aztán nem volt kibúlva. I love you. Igen, körülbelül. aztán elérkezett a pillanat, hogy nagyon gyorsan meg kellett tanulnom ahhoz angolul, hogy én ezt hihetően és tudjam azt is, hogy mit érek el. Uh-huh. Ugye nem ártott. Ezt is tudjuk. És mi lett ez utána 3 hónap után? A 3 hónap után, hát Hollandiában tulajdonképpen 12 évig voltam, utána bekerültem egy olyan zenekarba, ami hasonló volt például, mint ami itthon volt a Studio 11, vagy a rádiónak ezt az extra zenekara. Igen. Volt a Hilversumi rádiónak egy ilyen extra zenekara, ahol én bekerültem, mint zongorista, és azért volt nagyon szenzációs ez a zenekar, mert bármelyik amerikai sztár, aki odaérkezett Hollandiával, nem kellett elhozni a kísérő zenekarát, hanem ez a zenekar volt ott, és ezt kísértek, elküldték előre a hangszereléseket, mi ezt megtanultuk, és akkor ő megérkezett, és mi kísértük. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó volt, és megint csak egy újabb kihívás volt, mert ugye tudjuk, hogy másképp kell egy ilyen nagy zenekarban dolgozni. Uh-huh. Nem mint egy szólista. És akkor ott az, ebben a zenekarban nem tudja építgetted a saját karrieredet? Igen. Voltak rádiófelvételeim, tévfelvételeim, rögtön az elején kiderült, mert hogy ugye megérkeztem, és ott volt egy nagyon, nagyon híres magyar zongorista, úgy hívták, hogy Sándor Vidák, aki nagyon-nagyon híres volt Hollandiában, és ennek kapcsán rögtön be tudtam kerülni egy ilyen show műsorba, ami olyan nézettség, vagy olyan műsort kell elképzelni, mint nálunk mondjuk a Fábri Show. Uh-huh. És akkor ez egy nagy népszerűséget hozott. Aha. És akkor kezdtek úgy megismerni Hollandiában. Igen. Ez nagy dolog. Hogyne. Voltak ugye ebben ezekben jazzklubok, voltak pianóbárok, ugye emellett persze, hogy mindenfele. Uh-huh. Külföldi jazzistákkal összeakadtál? Ezerrel gondolom. Hát igen, de talán ott a helyi jazzzongoristák, a Kimi Jakob, aki nagyon ismert, vele játszottunk 2 zongorásokat, és úgy kezdtek megismerni, és akkor hívtak. Uh-huh. De jó. Nagyon jó kialakult. De az erősebb volt a honvágy, mint a... Te is hogy keveredtél a királyi család közelébe, mert valami ilyes történet? Ja, igen, hogyne. Hát minden vasár zongoráztam a királyi rezidenciát, képzeld el. De ezt hogy csinálja az ember? Tehát ez nem ilyen egyszerű. Hát nem itt az emberek ezt hallják, hogy igen, a királyi rezidenciát zongorázott, aztán hétfőnként a nagykövetek. Tehát ez hogy van?
Hát nekik volt a rezidenciánk, volt egy, úgymond egy ilyen étterem része, úgy lehet fogalmazni, ahova ők a családdal jártak ebédelni, és a vasárnap én 12-től 3-ig ott zongoráztam nekik a bröccs alatt. Erre hívják, ezt mondják, hogy Úri Meló. Úri Meló volt, igen. És hát nem akárkiknek azért, ott rengeteg olyan államfő vagy hozzájuk, akik érkezett, azokat úgy meghívták ezeket. Tehát te picit többet tudtál már az akkori orosz elnökökről, az angol királyi családról, mint itthon a híradóban. Mert az ebéd közben elröppent néhány mondat. Hát igen, csak arra az ember nem figyelte volna. Vagy nem kellett, hogy oda figyelje. Ez egy jó meló. Hát nagyon szerettem azt is. És hát hozzá kell tennem azt is, hogy nem volt rossz a gázsise, amit igen, kaptam. Hát persze, hát királyi családhoz királyi gázs. Szenációs volt, úgyhogy ez egy nagyon jó visszaemlékező rá is. És ők személyesen is ezek szerint megszólítottak, és tudták, hogy ki vagy, és... Igen. És be is mellett. Ezért is tulajdonképpen maradhattunk kint, mert ugye még akkor nálunk javába dúlt a kommunizmus, és nem tudtunk volna kimaradni, mert 3 hónapra is nagyon nehéz volt kikerülni külföldre, nem az, hogy valaki 12 évig kint legyen. És te mindig hosszabbítottál, vagy pedig diszidáltál? Nem. Sose diszidáltál, hanem mindig hosszabbítottad. De ugye itt is probléma volt, meg innen se engedtek bennünket a koncertirodán keresztül ki annyi időre. Mindig haza kellett, nagyon nehéz volt, mivel hogy vagy nem maradhattunk 3 hónapnak, el kellett hagyni az országot. Aha. És hát nagyon nehéz volt az. És amikor már megkaptuk az állampolgárságot, és amikor tényleg ott lehettünk, akkor meg utána meg hazajöttünk. Tehát egy kicsit furcsa volt a helyzet. De viszont úgy gondoltam mindenféleképpen, hogy tehát egy el kellett dönteni, hogy a gyerekek hol kezdjék el az iskolát, elsősorban azért is jöttünk talán haza, mert... Akkor még csak a lányok voltak, Igen, és ha ott kezdték volna talán a tanulmányaikat, akkor biztos, hogy ott maradtunk volna, és talán soha nem jöttem volna haza, csak idézelben mondom. De ez egy külön indítatás volt, hogy akkor inkább itthon. Egyrészt nagyon amellett, hogy nagyon liberális ország, azt tudjuk, és mindenre nyitottak, és én azzal nem igazán értettem egyet. Ugye a nagyon nagy szabadságban, vagy szabadosság. Így van. Hát igen, ott azért több veszélye van mondjuk egy fiatal lánynak. Hogy? Ha a hagyományos, ugye a magyar nevelés egy picit azért konzervatívabb alapvetően. Így van. És ott azért, főleg a nagyvárosokban, ott bármibe bele lehet keveredni, és hát nincs rálátásod. Igen, értelek. Igen. Abszolút értelek. Tehát jobbnak látok így. És természetesen, hogy ők akarnak, mert hogy azóta ők is elvégezik a konzervatóriumot. Nézzük még képeket, tehát hátra van család kép, az úgy izgatna, hogy mik vannak itt, hogy milyen képek vannak. Aha, vannak a lányok ott. Talán, ha visszamegyünk, akkor lehet, hogy itt vannak, igen. Ő az egyik kis családom. Tehát van 2 nagy lányom, Edith 24 éves, az Aliszka 21, Kacsika pedig 11 éves. És mind a hárman tanulnak zenét, tehát mind a hárman zongoráznak, és a 2 lány az pedig énekel, és lehet, hogy őket már látták talán. Most megy egy kicsit az RTL-en, az igen. Igen, ez egy kicsit a lehet mondani, mert szerintem is nem sértünk semmilyen kereskedelmi szabályt. Az RTL műsorban most a lányok berobbantak tulajdonképpen, igen. És nagyon sikeresek. Azt hiszem tovább is jutottak. Igen. Talán, és most a hétvégén kiderül, hogy meddig. Így van. Igen. Hát én megtapasztaltam, mert én, ugye mi koncerteztünk együtt, és ott már a lányok énekeltek, és én akkor már emlékszel, hogy... Igen, nagyon nézett, hogy jól az udvariasságot mérdőd a szájat tátottam. Elfelejtettem beszállni szakszofonnal, annyira figyeltem én lányokat, és akkor... Mondom, mi van? Ja, igen. Teljesen arra voltam. Igen, hát ez lenyűgöző. És akkor el kell dönteni, hogy ott járják az iskolát, vagy itt, és akkor emiatt ennek okán az. Hát igen. Meg azt hiszem, hogyha... tehát ez korán kiderült róluk, hogy zenével foglalkozni, és
szerintem Magyarországon a legjobb a zeneoktatás. Tehát, tehát a világon mindenhonnan ide jönnek a zeneakadémiára is, akkor miért pont nekünk kéne menni. Tehát, tehát ez nagyon kézenfekvő, és hát ez is egy nagy indok volt azért, hogy, hogy hazajöjjön. Aha. Hát igen, na most, ha az ember hazajön Magyarországra, akkor azért belekerül egy helyzetbe, hogy nincs itthon már tizen, nem tudom hány éve, és ki a fene az a nyári kácsi? Ugye ez egy ilyen nehéz kérdés. Na akkor most muzsikáljunk egyet, és ezt utána megbeszéljük, hogy hogy lett ez így. Thank you.
Mári Károly, és akkor mi lett egyszer csak? Család, gyerekek? Hát család, gyerekek, és tulajdonképpen... Szorongás, hogy mi lesz? Hát persze első időben az volt, és nagyon nehéz volt az újrakezdés, mert rengeteg barátot, ismerőstől veszítettem el. Ugye ez alatt az időszak alatt, ez egy 12 év, azért az hosszú idő. És hát újra kellett mindent építeni, talán úgymond előről kellett kezdeni az egészet. És de hál' Isten azért elég gyorsan vissza tudtam kerülni, ugye, ha lehet azt mondani, hogy a vérkeringésbe. Mert azért azok a barátok, ismerősök, akik igazán barátok voltak, vagy igazán jó ismerősök, azok azért megmaradtak, és... De jó, neked akkor jó tapasztalatod van. Végre egy ember, aki azt mondja, hogy igenis lehet számítani a barátokra. Hát igen, ez jó. A Magyarországon ez nem gyakori dolog. Ezzel is látszik, hogy te külföldről jöttél. Ezzel a naivitással jött az, hogy lehet számítani az emberekre, és tényleg. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt, és hát próbáltam azt, amit ott kint megtanultam, vagy ott elsajátítottam, hogy ilyen nagy zenekarokkal való dolgozás, vagy együttműködés. Abban az időben, amikor hazajöttem, 97-ben Kovács Anikó kért fel egy ilyen musical előadás sorozatra, ami 160 előadást csináltunk a Vigadóban. És ott egy nagy zenekarra, tehát egy 45 tagú zenekar volt, ami ezeket az előadásokat kísértük. Nézzünk képeket, hogy mit vannak. Ott nem baj, hogy nem ez kapcsolódik. Csak nézzük meg. Jó. Ilyen jött váltott? Persze, látod. Nincs, csak itt nézzük. Én vagyok. Igen. Ez, te is ott vagy, igen. Igen, jó. Tehát ezek a produkcióban tudtam tulajdonképpen bekerülni, és így... Hoppá, állj meg! Most bánom ezt, hogy nem énekelek. Ezt már ezt szemüveg nélkül neked itt kell. Bocsánat. Azért ez egy meló. Igen. Én azt mondom, beszél a jazz. Én. Akarom ezt. Aha. Na látod? Azt kérdezted, hogy... Vagy a jazz. Hát, és ezt meg tudja csinálni úgy, hogy a felesége még örül is, mert szegény kacsnak ez a munkán. Rafinált ember vagy, te barátom. De erről mesélj egy kicsit. Már miről? Amiről akarsz. De tudod, amelyik kutyaukat. De csak azt meséld el, csak a felső kettőt. Nem érdekel. De tényleg milyen meló ez? Vagy mi volt ez a... Ez jó. Azt látom, hogy vidáman énekez, de nem nagyon tudtam eddig. Nem tudtad, hogy miért, ugye? Ez a Thália Színháza volt egy karácsonyi show műsor. Karácsonyi? Akkor ezek angyalok? Angyalok, igen. Á, látszik rajtuk. Hát hogyne, ez rögtön. És ez egy rövid műsor volt, mert ez ugye minden nagyobb koncertnek mindig megvan a témája, és ez egy rend volt. Úgyhogy 10 számba táncoltak egyébként lányok. És az mi külön öltöztek, hát nem kellett sokat öltözni. De... Minden számban külön vetkőztek, ez igen, ez a helyes. Igen. Te is ilyenkor szöveget nem feledi az ember? Dehogy nem, baláztam is eleget. Igen. Szörnyű az, amikor ebből tévé felvétel van, és akkor az ember... Én sajnos ilyen elkalandozós vagyok, és a... Stúdió 11 zenekarra rengeteget dolgoztunk ilyen show műsorokban, és volt egy Bongó nevű, nem tudom ki emlékszik erre, és ott mindig az volt a feladatunk, hogy a Bongóba Dobsas Anyi, aki állandóan toppon volt és profi volt, de a zenekar az mindig ilyen volt, hogy oda néz. Jaj, te pont, azt néz. És a Sanyi szegény mindig jó, bocsánat, igen. Bólintok, akkor kell a zene. Igen, de hát közben ugye hiába bólintott, mert bejött egy ilyen csoportra való, és ugye ott ült a Sanyi, és akkor még addig rendben volt, amikor erre eljöttek, akkor már szegény Sanyi kikerült teljesen a magát. Szóval rég kellett volna játszani, és Sanyi bólogatott. És nem történt semmi.
ült a zenekar és nézte a lányokat, akik táncolni jöttek be, de zene nélkül ez nehéz. Kínos jelenetek voltak. De hát azért az ember túljut rajta. Aztán bizonyos koron fel, most már be tudok szállni jobban. De azért még nem mindig. Hát az nálam is előbb volt. Igen, igen. Hopp, ez viszont már egy másik. Ez egy ilyen családi. Gyönyörűek, most mondják meg őszintén a véleményeket. Milyenek a lányok? A kis úriembert nem is említem. Csodaszépek, de tényleg az életben is gyönyörűek. És szorgalmasan tanulnak, úgyhogy... És az, hogy ilyen hangi adottságokkal, tehát ez... Már megbocsáss kérlek, de hogy te szépen énekelsz, az egy dolog, de ezek a lányok, hogy mondjam, valóban gyönyörűek. Hogy honnan ez a családban hát, volt még valaki rajtad kívül, aki énekel? Nem. Hát ezek sok köszönhető annak, hogy ők tehát kiskoruk voltak. Tehát mondtam azt, hogy énekel. Igen, hogy neki állt az angolát. Tehát ez a képzettségtől is volt, hogy ilyen ennyire bánnak. Hát az, hogy tehetségesek, az egy... Önmagában szerintem az még nagyon kevés. Nagyon sokat köszönhetünk a mostani énektanárunknak is, aki a Misura Zsuzsa egyébként az Operaház énekese, és ő hozzá jár. Hát egyébként nagyon nagy név. Igen. Mert hogy azt lehet érezni, hogy a lányok nem csak hogy tehetségesek és szépen énekelnek, mert ebben a műsorban olyan sok van, de hogy ők viszont tudnak bánni is a hangjukkal. Tehát hát igen, más minőség. Tehát van, aki a felfedezett, és az is megjelentő, hogy egyszer csak mit tudom én, villamos vezető, és kiderül, hogy szépen énekel. De az egy más kategória, ők a lányok, lehet érezni, hogy ők bánnak a hangjukra. Aha. De ezt nem is, én ezt nem mondom, mert messze menő következtetéseket vonnak le a jellememről, de azt, hogy ott előállsz és érdek, én elhiszem, hogy felálltál az zongorától, és előálltál énekelni ezt. Most már értem. Igen. Hát ez az bizonyos remű műsor. Hát egész lett. Tehát el tudtál menni a lépcsőtől egész alatt. Igen, nehezen. Igen. Egyébként ez mindig nehéz a... Ez egy ilyen sokrétű dolog. Sokrétű dolog. Ez a Művészeti Palotájában volt tavaly, áprilisban egy My Way Sinatra koncert volt. És abból egy részlet, ott egy meghívott vendégem is volt, a Malek Andrea látható, és egy viszonylag nagy zenekar, és a Budapest Jazz Orchestra volt itt, monosokkal kibővülve. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen... Igen. És a Kovács Kristóf volt ennek a rendezője ennek a koncertnek, és amit lehet látni, hogy megpróbált egy kicsit átvarázsolni a műpát, ugye tudjuk, hogy azért ott rengeteg fa burkolat van, és akkor ezzel a függönyös bevilágított rendszerrel oldotta meg. Az egy száraz koncerttelen ugyan magában, igen. Sok fának a dacára, de azért tulajdonképpen az egy ilyen... És ezt akartuk kiküszöbölni ezzel. Arról nem beszélve, hogy szerintem az akusztikának is jót tesz. Igen. Mert hogy ott igen, az úgy van kitalálva, hogyha beavathatom önöket, hogy a műpát kitalálták ennek a koncertteremnek, ami nagyon jó dolog, és van egy állítható ilyen akusztikai rendszer, amit amerikaiak üzemeltek be. És az amerikaiak évekig nem engedtek, talán még most se engednek hozzányúlni, tehát mindig, amikor itt van amerikai a személyzet, akkor lehet rajta állítani. De az nincs mindig itt. És akkor mit tudom, beállítják mondjuk egy kamarazenekarra, majd visszarepülnek Los Angelesbe, de másnap sajnos egy nagy szimfonikus zenekar, vagy egy ilyen elektromos erősítőkkel felszerelt, nem tudom milyen zenekar, és akkor úgy marad a kamarazenekar akusztikát, tehát rosszabbat tesz, mint hogyha nem is lenne akusztika, és ugye miután nem lehet ezeket, a magyar ember nem nyúlhat hozzá, ezek úgy maradnak. Tehát van, amikor szörnyen tud szólni a terem, de ha éppen olyan van, és úgy marad, akkor meg nagyon jól. Tehát van egy ilyen speciális helyzet. Erre elmondok egy sztorit, mert a Kovács Kiskóf kitalálta, hogy valahol szeretne vetíteni, és pont ezt szerelte ki, ezt a hangterelőt, és mondjuk lesz majd talán olyan kép is, amire látszik, hogy az a hangterelő egyébként, amiről beszélünk, az ott fönt van, ami látszott egy ilyen hátsós,
Igen. Szerintem, hogyha megyünk tovább, megyünk, lehet, hogy lesz egy ilyen, nem biztos, de elképzel. Hát, hogy fogok. Aha, ó, hát itt azért... Igen, itt a... Komoly. Jó egyébként ez a kép. Menjünk, hát ha lesz még hangterelős kép, ha nem, akkor meg... Ha nem, akkor... De mi kipróbáltuk és elvarázsoltuk, tehát vagyis elmozdítottuk azt volna, de előtte tényleg évekig nem nyúlhatott senki hozzá. Ott látszik egyébként, ott a Sinatra feje, ott azon a hangterelőn, és ő kitalált, hogy akkor oda fog vetíteni, és ezt kellően meg kellett dönteni. És senki nem akart engedélyezni, mert hogy ezt beállították ez 5-3 éve, és nem lehet senki hozzá nyúlni, mert mi megtörtük ott a helyet. Hát ritkán járnak erre az amerikaiak, és mondom, voltam ott Szegényi Lernek a koncertjén voltunk úgy, hogy ugye az elektromos zene és dobolnak, meg gitároznak, meg a Pisti a nem tudom én, és mi is fújtunk ott, mint veszettünk, és éppen valami, nem tudom, szimfonikus, de nem nagy, nem egészen nagy zenekar, csak nem tudom mire voltál, szörnyen szólt. És éveket öregettünk, mert egyszerűen sehogy nem, se vagy nem hallottuk egymást, vagy Plexi, már minden nevet akartunk, majdnem búra alatt volt a dobos. Szóval borzasztó sokat szenvedtünk. Na mindegy, ezt csak úgy mellesnek mondom, mert beavassuk önöket a kulisszatitkokban is. Aha, igen. De és közben te ugyanakkor, azt is sem szabad eltitkolni, te ugyanakkor folytatod azt a fajta életedet, ami a vendéglátó iparhoz kötődik a szó legnemesebb értelmében, és te nagyon elegáns szállodákban játszol, nagyon elegáns jazzt, nagyon elegáns vendégeknek, akiknek nagyon elegáns számlájuk van. Jól mondom? Igen. Tehát, hát igen, végigkíséri talán az életemet ez az egész, elkezdett annó vendéglátózás, és egy kicsit, ez azt hiszem, hogy egy picit olyan csúnya szó erre az egészre, mert nem, ez ilyen... Most, de ez Magyarországon kapott ilyen, és az utóbbi időben kapott egy ilyen pejoratív értelmet, mert egyébként a maga ez a vendéglátó dolog, ez egy legnemesebb, tehát az egyik legnehezebb műfaj ugye a zenén belül. Igen, és azt azért tudjuk, hogy Amerikában a legnagyobb sztárok, tehát beszéltünk bárkiről, tehát az Oscar Petersonon keresztül vagy a nagykor tárgyban bárki lehet, és azok mind játszanak ilyen, vagy játszottak ilyen helyen, és csak azt mondom, hogy itt Magyarországon egy időben ez egy olyan bélyeget kapott ez a műfaj, hogy ezt nagyon rossz úgy elmondani, hogy igen, vendéglátóban dolgozom, holott nagyon nehéz a műfaj maga, és tényleg ezeket az embereket most ez lehet gazdag vagy nem gazdag, vagy bárki, tehát akár egy ilyen szükebb körben szórakoztatni úgy azokat az ott lévőket, mert szerintem sokkal könnyebb kiállni akár a műfajban, vagy akár egy nagy stadionban, mint egy szűkebb környezetben. Uh-huh. Tehát legalábbis nekem az mindig, ha lehet azt mondani, nagyobb stresszet jelent, ha kisebb színpad, vagy kisebb környezetben. De persze az, hogy az ember ezt meg tudja szokni, és nekem ez remek lehetőséget adott ahhoz, hogy előbbre tudjak lépni. De szép volt. Itt látni, hogy oda hátra vetítettetek. Igen. Igen. Meg azt is látni egy picit, hogy az Elek Pistánál már felül azért van, ha igen. Ez majd egyszerűen is lesz vendégem, elmondom neki. Jó. És talán meg is mutatjuk itt, majd hátat fordítatom, és kicsit is igen. Egyébként Pistával is együtt jártunk annak idején. Igen, Pista is a jazzkonzumban. Azt tudom most, hogy most dolgoztam egy dobossal a nyáron, hogy volt egy koncertünk, aki a Carlos Santana-nál játszik. És most próbálom őt, hogy van kedve játszani, és akkor menjünk erre, arra is időpontokat egyeztetünk. És most mondja, hogy nem tud jönni, mert a Santana-val most éppen Las Vegasban játszanak egy ilyen kaszinóban, de az is volt, tehát vendéglátók, egy ilyen kaszinóban játszanak 6-7-ig. És hogy, tehát ott azért ez a fajta vendéglátás, ez működik, és igenis az a Carlos Santana,
aki jó, hát mondjuk az a hely az ennek valami 6000 fős ilyen nagy asztalos, tehát ami ilyen amerikai méretek, és mit tudom én, ekkora vizét, hamburgert hoznak, aztán nem tudom, de tudod, minden ilyen nagy. Igen. De tény, hogy az Carlos Santana is ezt csinálja, amikor éppen nem a nagy koncertet csinálja, akkor elmegy, és azt fölgözve a kaszinóba játszik, és egyáltalán nem úgy baj. Vagy ugye tudjuk azt is, hogy a Frank Sinatra is azon a helyeket elkelé. Köszönöm szépen. Például ugye az összes kaszinót bejárt a Frank Sinatra ott a műsorában, és egyáltalán nem volt alantos dolog neki, hogy ezeken a helyeken lépett föl. Én most az ilyen megfázásos időszak azért igen, kapja a segédeszközöket, Karcsi. Hát sajnos a Revue-ből nem tudok neked ide idézni most, mert nem hogy az készültem. Nem készültem, de nem tudom, mik az igényeid, úgyhogy... Aha. Na és itt például mi történik? Itt a művészetek palotában, ez mindig a Sinatra koncert. Aha, a család is jelen. És a család is jelen volt, mert hogy azok végigkísérik. Mondd ezeket a gyönyörű ruhakölteményeket a lányokon, ez tervezi valaki, vagy a feleségednek van ember? Igen, és mondjuk Forgó Diana napsugár. Aha. Ruháiban vannak, aki egy nagyon jó nevű, igen, tervező. És most a múlt héten kaptuk a hírt, hogy kint volt a Dolce Gabbanától, ugye, Krista Jóhondon, és kapott tőle szerződést, és ő fogja forgalmazni az ő ruháit. Az igen. Szóval ezek nem így. Akkor rögtön felé is tőködtek ezek a cuccok. Hogy? Akkor ezeket nem érdemes kihízni. Ó, de szép, ez igen. Méltó koncert volt, azért ez így nagyon szép, igen. És mondd, mert azt tudom, hogy mi ezt elárulhatom, hogy mi voltunk közösen Erdélyben egy felhőtlen jó szórakozású buliba. Igen. Talán igen. Azt is el lehet mondani, hogy egy ilyen egész érdekes helyen játszottunk. Egy ilyen romániai, tulajdonképpen ne lehetünk, szerintem nyugodtan milliárdosnak hívni. Igen. És az volt az egészben a vicc, hogy ugye tudjuk, hogy Románia milyen, és végigutaztuk az egészet, ahol 10-akárhány órát mentünk. Igen, sok és csak egy ilyen paradicsom megvillott előtt. Igen. Egyszerűen csak egy gyár mellett. Igen. Hol is voltunk? Hát már nem tudom, hogy nem tudom. De minden esetre egy ilyen viszonylag nagy városban játszottunk, és hát a város maga még úgy hordozta magán ezeket a régi jegyeket, és ilyen lepusztult, már használaton kívül ilyen gyárak, meg nem tudom micsoda. És akkor egyszer csak úgy mentünk, amikor kezdtünk akkor már kicsit aggódni, meg ott több órát utaztunk, és ilyen úton, utakon is kellett menni, nem csak főutakon, és tényleg elég rossz utakon, meg a helyi vezetési viszonyok között, tehát elég izgalmas volt. És ilyen sztoriztunk egész úton, tehát csoda történetek kerültek elő, de azért úgy aggódtunk, és akkor mentünk, mert nem létezik, hogy itt egy ilyen, mert egy wellness szállóról volt szó, valamilyen fürdő paradicsom. És tehát nézzük, és biztos jó a papírt néztük. Jó, beszéltük. És ugye téglagyár, nagy kémény, nem tudom, és egyszer csak így bekagyarodtunk, és teljesen, mintha így húztak volna egy vonalat, emlékszem? Egy ilyen, teljesen, mint a Csoki Juhinsz, egy ilyen hollywoodi környezet. Elkezdett zöld lenni a fű, nagy elektromos kapu, ilyen rancs szerint, nem tudom. És mintha nem tudom én a sárvári termálfürdő, vagy szóval valami ilyen szintű, de még sokkal luxusabb. Igen, igen. És bementünk, és elkezdtek ilyen Bentley-k, meg Rolls-Royce-ok, meg Ferrari-k állni így a parkolóban, és így néztük, hogy Jézus Mária, hova kell, és akkor itt ez a tulajdonos ember hívott minket, de azért nem hallott téged a Four Seasons-ben. Igen, játszani, és annyira megtetszett a játékunk, hogy azt akart, hogy legyünk ott a születésnapján, és mi játszottunk ott a születésnapján. Igen. Egy, azt mondja, hogy kvártet, nagy zenekarra. Igen. Igen. Igen, nagyon jó hangulatú volt. Csoda. Maga a koncert is, igen. De talán az út még jobban. Igen. Ne? Volt velünk egy fiatal énekes hölgy, aki nagyon tetszett egyébként, de ezt akkor én nem tudtam, amikor meghívott. Igen. Csak ott kiderült, hogy ő lesz az énekesnő, és akkor ez nagyon megtetszett ennek a román embernek.
és akkor felajánlotta, hogy csak maradjunk nyugodtan, ők átugranak Velencébe, isznak egy kávét, és hamarosan jönnek. Mert hogy van magárepülőgépe, és akkor mutogatta, hogy ott a telek végén ott van a felszálló, és akkor felszállnak, meg elmennek, isznak egy kávét, aztán visszaszállnak. De aztán nem akart kávézni az énekestő, és bölcsen úgy döntött, hogy beülünk a mikrobuszba, és akkor haza. De szerintem... Nem is megyünk azóta a helyet. De jó út volt. Misztikus hely volt, nem? Ugye? Igen. Játszunk egy misztit.
Még azért egy csomó mindent nem tudunk rólad, mert zárkózott vagy. Például, ugye most az, hogy játszol időnként szállodákban, az egy dolog, de azért nagyon átugrottunk egy csomó mindent, pedig te másfelé is jártál, Hollandián kívül is azért játszottál itt-ott. Hát igen, így Európán belül nagyon sok. Ezek többnyire koncertek voltak, vagy inkább ilyen fix helyeken játszottál? Fix helyeken. Igen. Hát itt Németországon keresztül Olaszország, Svájc, tehát sok helyen. Tehát talán úgy mondom, hogy majd az egész Európán keresztül hasonlóan bejártam. Szaksi mesélt egyszer, hogy ők játszottak kint, talán pont Németországban, mert ajánlották, hogy ez egy remek hely, és beajánlották őket, és nagy nehezen sikerült megkapni a munkát a Jávori Vilivel. És a harmadik nap jöttek rá, hogy tulajdonképpen ez egy transzfesztita bár. Önket vannak ilyen kalandjai, vagy egy... Oda ment, hogy valaki az... Csámasz. Volt egy striptease-bár, dolgoztam. A fene a mázis, tehát azt érzik, hogy ez nem ugyanaz, mint a transzfesztita. Ez a remű, szóval... Annyi volt az egész bár rossz, hogy semmit nem láttam bele, mert áttal ültettek a közönségnek, tehát úgy volt betél a zongor, hogy mindenkinek így ültem. Sem láttam semmit. Aztán egy visszapillantó tükörbe szerzett. Tehát végül is ezzel akarták, hogy az intimitását megőrizni a helynek, hogy itt még a zongorista sem lát semmit, csak hall. Ez csak az előző sztorihoz, Béla mesélte, hogy aztán odajött a tulajdonosnak, ott egy ilyen hatalmas, azt hiszem, dándok kutyája, és még ő is, a fiú kutya volt, de még ő is érenkel érdeklődött, úgyhogy állandóan dörgölőzött. Nem lehetett, hogy a zongor, ez még ilyen dán, vagy ekkora. És egyszerűen nyílt a kutya, és állandóan szerette őket, és Béla nem tudott zongorázni, mert állandóan kutya. Úgyhogy ez még elsúlyosbította ez ott. A teket nem voltak ilyen jelek. Ilyen kutya nem. Hogyan szerveződnek ezek a koncertek? Te kigondolsz egy ilyen ötletet, vagy hogy van ez, és akkor ezt elkezded megvalósítani? Hát igen, mindig tematikusan felépítjük, hogy miköré szeretnénk rakni. Ugye mindegyik nagy koncertnek, ami eddig volt, úgy történt, hogy kigondoltuk, hogy Revű legyen, vagy Sinatra legyen. És volt már más szakszissal is dolgod? Igen. Én látom. Itt van egy nagy szakszis. Igen, az biztos. Amikor itt volt, ez egy éve körülbelül. Igen. Ez most az ő CD-jét adja neked. Én adom az én CD-met neki, és aláírtam az én CD-met is vele. Aha. Tehát ez ilyen kölcsönös volt. Utána aztán kaptam tőle még egy könyvet, ami dedikált. Úgyhogy az is megvan. De azt mondja, ez hogy? Ez hogy jött össze? Magyarországra érkezett, és itt volt neki egy nagy gálavacsora, üzleti gálavacsorára volt hivatalos. Ez azt hiszem körülbelül egy ilyen másfél-két éve lehetett. Három? Ja, bocsánat. Krista egyébként mindent tud. Az ott a két termék van, csak mondom, nem érdekes, ezek nem számítanak. És engem kértek fel, hogy amíg ő találkozott az itteni miniszterekkel, és azon a fogadáson én játszottam, tehát. Uh-huh. És nagyon tetszett a játékam neki, és... Gyanítom, jobban tetszett én a miniszterekkel. Egyébként tényleg így mondtam, bejött a terembe, és rögtön azt mondta, hogy hú, nagyon szereti a zenét, és jött oda. És ugye ott állt mindenki, hogy kezet szeretne vele foglalni. Nem lehet kotorázni, bocsánat, ez minden érdekes, az zongorista sokkal érdekes. És én meg is jegyeztem neki, hogy szaxofon nélkül nem szabad volna. Nem, hát szerint a fején elnök lennék mit csinálni. Mindig a szaxofon, ugye? Nem törött neki minisztereket. Bocsánat, és már keresném a fúvókát az önök. Igen. Persze. Úgyhogy nagyon vicces volt a helyzet. Kedves embernek látszik. Igen. Ő ki? Ő Talmácsi Gábor, aki egy nagyon jó barátom egyébként.
és több MotoGP már ott voltam vele. Például vele, hogy lettél barát? Te nem vagy egy ilyen kimondott motoros. Hát nem vagyok, nem. Én nagyon kedves, közös barátunk mutatott be egymásnak, és aztán azóta mindenféle megjelenésén, tehát amikor ő neki van belső, és akkor tehetem, akkor kiszoktam menni, tehát csak ott végig izgulom vele a GP-t, és eleinte nem nagyon tudtam erről a sportról sokat, most sem igazán, de azért most már azért csak többet, és az a jó, hogy beengedtek a egészen a startig, és onnan ezt az egészet végignézni, ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni. Soha nem gondoltam volna, hogy itt 250-300-at számoldanak, és alig 40-50 kilós gyerekek, hogy micsoda merszük van. Ez éppen ezen gondolkodtam, hogy vajon én a sportán is az van, mint a zsokéknál, hogy muszáj ilyen kicsinek lenni ezeket a nagy motorok. Elképzelhető, hogy... De 100 kilós motoros nem látom. Nem. A Bölöcki Józsi barátunk, nem a Józsi? Igen. De ugye? Igen. Hát én nekem 1000 éves barátom. Uh-huh. És ő a Magyar Motorszövetségnek, nem tudom ki el, meg ő... Szakkommentátor. Hogyne, több. És egyébként remek humorista, nem tudom mennyire ismerik Bölöcki Józsefet. Nagyon sok kalandom van, volt vele nekem is. Annak idején a Vámosi Zárai párossal, hát itt most besüretsértés, akire ránézek és emlékszik, hogy szemlecsükbe mondom, de nyilván önök már nem emlékezhetnek erre, de volt itt nagyon rendkívüli, egyébként nagyon aranyos házaspár. És akkor egy ilyen műsorra, ugye van, aki divat volt ezek az Ori műsorok, tudod? Igen. És akkor jártuk nagyon sok ilyen előadást csináltunk, és akkor abban a stábban benne volt többek között a Bőrő is, aki egy elmebeteg őrült. És rettenetes sok ilyen skandalumot csináltunk. Nagyon nagy a Kóssal ők, meg ilyenekkel, rettenetes mulatozást tudtak csapni, meg az Arackival, meg ezek. És akkor például Pécsen egyszer majdnem a rendőrösen kötöttünk ki, ugyanis egy motorversenyző volt a Bőrő, és ezt nagyon sok konyak után is felvállalja. És ott adtak valami MZ motort, és ő Pécset bemotorozta ezzel, de úgy, hogy mikor bár a szálloda felé visszafelé jött, akkor már 4 rendőrautó villogott. És tényleg közbenjárás kellett, hogy de most helyben neveljék Birincsbe is, nem tudom, hogy az a ilyen őrű, de igen. Hoppá! Love story. Na, ez volt egy hete most, ami friss gyerek volt. Mm. Ez a love story volt, ahol már egészen a MÁV szimfonikusokig elértünk. Tehát ez jött a szólóból, ugye az én karrierem, mint szólózongorista, aztán majd trió, aztán a trió kibővült különböző formációkban, mint a Studio 11-en is ugye sokszor együtt felléptünk, vagy a Budapest Jazz Orchestra. Aztán a Budapest Jazz Orchestra bővült vonósokkal, és most a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével. Innen tudod, hogy csak egy lépés van már egy ilyen Wagner oratóriumnak a teljesen. Kitaláljuk azt. Minden nincs már hová fejlődni nagyon, csak egy ilyen nagy Wagneres összeállításra. És tulajdonképpen ennek a tematikája az volt, hogy azért kicsit kétértelmű a love story, mert hogy a love story mesélj. Nóta is elhangzott. Ja, értem. De nem ez volt a lényege, hanem tulajdonképpen egy ilyen sztorizgatás azokkal a legendákkal, akiket én nagyon nagyra tartok. No. Például Máté Péter, vagy Széchi Pál, vagy Cserhánti Zsuzsa, akik a dalait szerettük volna egy olyan köntösbe, mert hogy tudjuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezeket a dalokat mindenki feldolgozta, vagy újra játsszák, vagy felveszik, de azt hiszem, hogy ebben a köntösben nem igazán. Szerintem 30 éve biztos is bátran kijelentette, hogy nem is lesz talán az, hogy egy szimfonikus zenekar legyen ezek mögött a dalok mögött. Tehát el lehet játszani ezt, mit tudom, egy kis kombóval, vagy bármi, de mi azt szerettük volna, hogy ezek az eredeti hangszerelést kapják meg, és tulajdonképpen az eredeti. Van személyes élményed is valamelyik kölyükkel? Hogyne. Dolgoztam Cserhátival, és talán az is befolyásolt ezt az egészet, hogy kiket választottunk ki, és kik azok a magyar legendák.
és természetesen Cserh Attila sokat dolgoztam együtt. Miután hazajöttem külföldről 97-ben, akkor Budapesten nyílt egy nagyon exkluzív szórakozó hely, ahol ő is fölépett, meg én is, és akkor duóban sikerült vele játszani, és azért az teljesen más közeg volt. Az egy komoly élmény volt, hogy ővel együtt ennyire közel, és olyan energia sugárzott belőle. Hihetetlen, és akkor volt neki az a nagy visszatérése, és hát végig asszisztáltam tulajdonképpen az ő lelki töltődését ettől az egésztől, hogy ő újra teret kapott, és akkor jöttek ezek az új dalai. És jó barátságban volt ebben, és én nagyon sok mindent tudok a magánéletéről, ami egy nagyon komoly tragédia. Tehát a Zsuzsának az egész élete valahol. Hát igen. A magánélet ott nagyon nagy baj volt a háttérben, mert szóval már kezdve a fiatal kortól, ami... Hát igen. A Zsuzsa egy ötödényű ember volt. Belőle nagy sztár lehetett volna még az NDK-ban annó. Uh-huh. Nagyon komoly karriert ígértek, és ott ő tényleg egy ilyen igazi revű sztár volt, úgy is nézett ki, egyébként csodálatos nő volt fiatal korában, nagyon szép volt, és így lépcsőkön jött le tollakba, és azt csinált, amit akar. Ez baj is volt, mert nem volt, aki megmondja, hogy mit csináljon, és akkor ő ezt ugye elpuskázta ott, és akkor onnan jött egy törés, akkor a gyerek, meg a magánélet, és akkor az úgy, tehát egy ilyen örök elégedetlen ember lett belőle. Ehhez jött ez a bizonyos elhízás, ami részben hormonális. Volt neki egy kis ilyen, valahol egy ilyen üldözési mániája volt ettől, igen. Hogy nem néznek rá így, vagy ha a zenekarból valaki csak susmorult áttérve, akkor ugye azt mondtátok, hogy kövér vagyok. Tehát ez rögeszméjével vált, és akkor ebből nem tudok. Tehát ez a halálához gyakorlatilag egy ilyen adalék, most nem róla akarunk beszélni, csak úgy eszembe jutott, meg itt mindenféléről beszélünk. De szóval ez egy komoly adalék a halálához, hogy én sokan érthetetlennek tartották, hogy egy karrierje csúcsán lévő, tulajdonképpen abszolút a toppon volt, hogy miért lesz öngyilkos. Mindennel harcolt ő tulajdonképpen. Hát igen. És az volt a nagyon jó, hogy a koncerten egy virtuális duett. Ott énekeltem van, és megkaptam az ő hangot. Úgy sikerült, mert én ezt nem tudtam a rádióból neked kicsit tisztelni. Igen, tudom. Aztán végül kaptunk engedélyt a Magyar Rádiótól, és megkaptuk hivatalosan? Hivatalosan. Na ez a jó. Igen, és akkor megkaptuk az ő éneksávját. És egy olyan éneksávot kaptam meg, ami vágatlan volt az ő hangja. Tehát semmilyen keverés, semmilyen javítás nem volt rajta. És ezt kaptam meg, én ezt nem tudtam, én azt hittem, hogy egy kevert hangot fogok kapni. És amikor otthon beraktam a lejátszóba, akkor hát hadd ne mondjam, hogy milyen hátborzongató volt őt. Hiába dolgoztam vele együtt nagyon sokat, de hogy így újra hallani, és hogy ilyen közelségben nyers módon hallani hangját, hát eszméletlen nagy élmény volt. És a koncertnek is ez volt talán a legdrámaibb része, amikor az bevetítése került. Melyik a dolog? Az Én leszek című. Igen. Úgyhogy ez egy nagy élmény volt. De ezt mondtam neked már, majd egyszer elsütöttem, hogy van benned egy ilyen kis Alain Delon-os. Ja. Ja igen, ezt a feleségemnek mondtad. Ezt én mondtam, hogy legyen büszke rád, nem büszke a halványra, hanem a látványra is. Igen, egy házi Alain Delon-ja, ezt mondtam pontosan. Fenntartom, ugye? Tessék. Ez egy másik filmből egy ilyen. Nem tessék. Na tessék, hát ha nem Alain Delon, most mondják meg őszintén. Hát, ugye? Igen. Na itt azért nem annyira. Itt már nem. Ez a zongora sokat rúg. Igen. Sokat rúg a zongora. De és hogy jött ez a fehér zongora? Ez tudom, hogy ez gyakori só elem külföldön, vagy legalábbis Amerikában, de hogy ezt te hogy merted itthon megcsinálni? Hát... Nem tudod, ennek van egy csomó ódium, amit fel kell vállalni, hogy na, tessék, ez járni parcsi a fehér zongorával. Hát... Vagy nem törődtél senkivel? Hát igazán nem. Aha. Azt gondoltam, hogy
hogyha mondjuk az Elton John, annak ugye volt ez a piros zongora helyett. Jó, de ott azért van egy háttere, amit másik helyett. Még pluszba fel kell vállalni. Ezért választottam én a fejét. Az egy semleg. Az még bármilyen irányba fogadott. Mert hogy a Gyula mondta, amikor jött, tehát amikor felkérés volt, mondta Gyula, szóval bocsánat, de csak fekete zongora. Átadom most az egyszer. Ez kimondottan elnézést kértem. Igen. Nem egyébként tudom. Nagyon-nagyon nehéz beszerezni fehér zongorát Magyarországon. Van egy módszer, igen, a Pege módszer, azt is nem ismered? Nem. A Pege játszott, a Pegének volt egy fehér bőgője, ezt nem tudom mennyire tudják, de egy időben híres volt. Ez úgy keletkezett, hogy a Moulin Rouge-ban játszottak, ahol akkor egy ilyen ereszkedős kétszintű színpad volt, és az egyik lement, és akkor ott jöttek a revű táncosnők, és amikor az felment, akkor egyszer csak ott volt a zenekar, és akkor a zenekar feljött, és akkor játszottak. És amikor a felső színpad jött sorra, akkor ezek lerakták sorba a zenészek oda az árokba a hangszereket, kivéve a Pegét, aki ott hagyta a középen. Majd egy leereszkedett a lányokkal a felső színpad, és egy ilyen recserés hallatszott, azóta Pege bőgő. És akkor hát nem volt pénze, persze, de egy fiatal ember volt, meg hát ez a nem tudom, 60-as évek elején, tehát ott azért még nem úgy volt, hogy másik bőgő. És hát ott, mint a puzzle-t, ott szedegették össze a darabokat, el tudott képzelni, és volt egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy ő vállalja, összeragaszgatja ezt a bőgőt. És hát össze is ragaszgatta, de hát kegyetlenül nézett ki, el tudott képzelni, meg hát ahogy szólt. És akkor valaki a zenekar mondta, hogy Ali, hát nekünk van ott valamivel a konyhaszekrét, jó vastag fehér, az eltakarja, és akkor befestették az egészet ilyen mentőfehérre. És onnantól fehér bőg, és akkor viszont a csodájára jöttek, hogy a Pegének fehér bőg. És azt kellett gondoltad, hogy hogy szól egy ilyen vastag, gondolom. ilyen zománcestét kérdezik. Megmegedünk. Rögtön elhalt minden, de hát ezzel játszott, és akkor az évekig ez volt. Tetlen. Bocsánat. Tehát ez nem így lett. Ez nem így lett, nem festett. De... Hát most már talán a védjegyemné vált az a fehér zongora, ami talán azért jó, mert hát nincs senkinek fehér zongorája. Nincs. És hogy lehet ilyet beszerezni egyébként fehér zongorát? Hát nagyon nehéz, mert én nekem van egy saját, amit mindig mindenhol viszek, és így kivettem azt, hogy ne legyenek olyan zongorák. Egyébként sem nagyon szerettem azokat a zongorákat, hogy különböző hangszerekkel játszak. Uh-huh. Az vagy nem jó azért, mert mit tudom én, a mechanikája, vagy hamis, vagy akármilyen probléma lehet. Ez a mit van egyébként, ez ritka. Ez egy nagyon jó ritka egyébként, és nagyon ritka. Hát ha mindenhol ilyen lenne, nem is lenne baj. Hát az biztos. Na egyébként az is benne van a pakliba, hogy tulajdonképpen az ember nincs mindig olyan szerencsés helyzetben, mint például most itt, hogy egy ilyen gyönyörű hangszer van, hanem általában nincsenek jó hangszerek. Sem a művelődési azokban, sem a színháztermekben. Az ember jó, hogyha... Ki van téve mindenféle... Igen. Te, és azt is lehet róla tudni, hogy dacára a fehér zongorának te azért egy komoly zeneszerző is vagy, és számokat is írsz. És ezt szerényen elhallgattuk eddig. Hát, igen, ezt hát fordulnak. Hát, jönnek az ihletek, és akkor az papírra szoktam. Igen. És a szöveg? Hát van, amikor a szövegben is, de egyébként aki társszerző, az a Pradány Iván. Aha, hát ő azért már néhány dalnak társszerző. Így van. És pedig az utolsó egyébként ezek közül a nagy mogulok közül. Most szegény Szenes Iván elment nem rég, még talán az Estany Pista, ő már nincs jó állapotban, még tartja magát. Hát sokan a Gábor Espártól, a Majlát Jurin keze, sokan elmentek, de még a Bradány Fürgén jár úszni, és, igen, és igen. Szalad, és szóval ő fürge ember. Meg hát nagyon természet, tehát hogy az ember, szoktam neki
vagy lenne összetni a szöveget, vagy ha azt mondom, hogy imán van egy dal, amire kéne szöveget írni, tehát pillanatok alatt jön neki, és akkor följön a villamosról, hogy megvan a szöveg, mondom, és hol jutott eszembe, a villamosról jutott eszembe, tehát eléggé. Van ilyen dalatos kéznél? Van egy ilyen, igen. Tessék. Beleszaksz hiszem? Tessék. Hát akkor jöjjön egy olyan dal, amit tényleg most már mindenhol, ahol játszom, vagy ahol koncertet szoktam tartani, azt kérik, hogy játszam el az egyik legismertebb tőlem. És a címe az, hogy Én voltam boldogabb. Más
mindahol minden lesz. Még azt sem mondta, hogy így hoztam az élet. Nem lesz könnyű az arcolod, a vállam kissé megvonom. Nem lehet hát, akkor nem lehet. Ezt a magyarok hogy ítélik meg, vagy nem, de ehhez is ez. Mi a véleménye? Ugye? Mert nekem az a jazz, ahogy el van játszva, és nem az ami. Az, hogy szövege van, és hogy nem tudom, de attól ez még bizony jazz. Hát igen, mert többször feltették azt a kérdést, Pármos. Rengeteg promója volt ennek a Love Story koncertnek, és többször feltették azt, hogy miért nem jazz-zongoristok ismernek engem esetleg Magyarországon. De én azt mondom, hogy tehát nem kifejezetten kell ahhoz jazz-zongoristának lenni. Tehát én szeretem minden koncertemen, vagy a dallokban, amiket írok, tehát ott legyen az, hogy ez akár, ahogy te mondtad, hogy akár jazz is tudnak. Jazz az egy hozzáállás, az egy mód, ahogy az ember hozzányúl a zenéhez. Az nem föltétlenül csak a hagyományos jazz jelenti. Ma már ez egyébként is túlnőtte magát. Nem tudjuk már, hogy mi az igazi jazz. Ha igazán jazz-t akarsz, akkor vissza kell venni New Orleans-ig. Hát igen. Azóta már fejlődött a dolog. Ez olyan, mintha azt mondaná az ember, hogy én csak az igazi autókat szeretem, és ezért csak a Ford T-modellel járok. Jó, de én azért szeretnék egy kicsit légkondizni is, meg ezt azt csinálni még. Tehát én egy másik autót választok, ami nekem ugyanúgy autó. Attól még, hogy nem a Ford T-modell. Most, hogy az igazi vagy nem igazi, az nem érdekel. Tehát ugyanígy fejlődik a zene is, mint egy ezt fel azt akartam ezzel mondani, a zene is ugyanígy fejlődik, mint minden más körülöttünk. Hát igen, talán ahogy mondtad, hogy vissza kell menni egészen New Orleans-ig. Szerintem ezek a dalok, amiket mi kijelentünk mondjuk jazznek, és ez nem akarok most dolgokat mondani, meg megítélni, hogy mi a jazz, de szerintem ezek a dalok, amiket mi standardeknek hívunk, tehát a jazz standardeket játszották, ami tulajdonképpen egy tánczene volt abban az időben, és ezt művelték ott New Orleans-ban úgy, ahogy aztán abból lettek musical betét dalokat, igen, játszunk jazz standardeket. Egyébként, hogy mennyire így van ez, hogy ma a mai fiatalok mennyire másképp közelítik ezt meg, beemelik a zenébe ezeket az ő eszközeiket, és az különböző ilyen elektronikus hangszerekkel bánnak úgy, és kezelik úgy, mint hogyha akusztikus hangszerek lennének, és jazz játszanak rajta. És nagyon érdekes dolgok, nagyon nem szabad elvetni. Hát egyszerűen a 21. században vagyunk, és tudomásul kell venni, hogy ma, ha fel akarjuk tartani a műfajt, akkor bizony kell vele fejlődni, és kell a fiatalokhoz is szólni, és ma a fiataloknak más jelent ez a dolog. Nincs is ezzel adni semmi baj, amíg a gyökerek megmaradnak. Igen, igen, ez nagyon fontos. Számomra is... Én úgy játszanék még veled. Na, játszanék. Játszunk egy ilyen... Tudunk mi bosszanovát is játszani? Olyan. Na tessék! Thank you.
önöknek van kérdésük most Nyári Károlyhoz, azt tegyék fel. Ha nincs, akkor viszont ő volt ma Nyári Károly. Engem azért ez a lapszalis dolog izgat. Én azt gondolom, hogy légy szíves, mutass még valamit ebből a lapszalis dologból, ha van kedved. Hogy nem. Thank you.
talán. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.